felépünk egy számomra nagyon kedves személy, aki szerintem nagyon aranyos és kedves. Eugén Bonesco, az Új lakó és a házmesterdi monológiát fogja mondani. Polárhoz a fogadják, sok szeretettel! Nem gondoltam volna, hogy még mára megjön. Azt hittem, holnap jön, de azért Isten hozta. Nem fáradt, mondom, hogy megjelzte. Gondolom, korábban végzett, mint ahogy számította. Hát persze, mert hogy minden számította magára. Csuklok az ilyettségtől, de különben minden rendben. Még szerencsé, hogy az előtte itt tudja azok a lapok, akik maga előtt voltak, szóval, hogy kiköltözködtek. Az idős uraság nyugdíjban, mert nem is tudom, hogy egyébként mit csinált, azt mondták, hogy megküldenek képes napot. Hivatalnok volt, nagyon nyugodt ember, talán maga is hivatalban? Igen? Nem? Valamelyik minisztériumban elfelejtettem, hogy melyik, mert pedig mondta. Ó, előtte mindenki nyíltan beszélt, hogy nem vagyok egy fecsegő. Az idős hölgy az nem dolgozott, világ életében semmit se csinált. Én takarítottam, náluk volt egy asszony, hogy bevásárolt nekik, ha nem jött, azt is én sem. Elnézést. Holnap nézve, mert hogy ugye csak holnapra vártam, hogy holnap utára. Van egy kis munkájuk, nekik a macskákat viszont kutár, tehát különben is tilos macskát tartani a házban. Nem miattam ám, hanem a gondok nem enged én fölül, nem nyugodtan lehet, de így is, hogy kokonok nem vagyunk egyból, mert nem igaz. Érezze otthon magát, elvégre otthon van. Nem, ahhoz itt nem magam itt van, hiába változnak az idő, pirászik az ember, ez már csak a korra jár, most már maga itt van, hogy azt mondja, hogy nem itt van egyébként, ez meg igazán nem látom. Az előtte én tiszta népek voltak, udvarias emberek, nem mondom. Nekik is voltak hibáik, de akinek nincs uram, nem voltak valami kedvesek, és azt sem lehet, hogy beszédesek lettek volna, nem nagyon beszélgettek vele. Ha mondtak is valamit, az biztos ügyesség volt. Az öreg úr még csak ne az asszonyra, mondom egy összemébe, kidobta a macskát, az ablakon, pufra a gondok fejére, még szeres anyám a kiállapot. És akkor értem, meg vette az asszony, tehát nem elképeszt uram, hogy ilyesmi előfordult még ebben a században? Igen, persze megavatkozom bele az ilyesmibe. De egyszer pont följöttem, és a férfi pont üvölte, az asszony meg ordibálta. Nincs minden újra az éjszakai, igaz? Kölcsönzök egy ágyat, ha kell. Majd én segítek magának berendezni a szobát, ne féljen uram, neked csodai ötleteim vannak, ezt nyugodtan mondhatom, mert nem először csinálom, és akkor kísért fogok magának takarítani, de ma még biztos nem hozzák meg a bútorait, és felmér a bajlókat. Kupecek, na, más nem mondok mindegyformát, hogy maga biztos nem vagyunk, hozzák a bútorait. Annál jár, én csak örülök neki, úgyhogy tudnék egyet kölcsönni magának, de nagyon csodálkoznék, annyit mondhatok, mert én, ahogy ismerem őket, már pedig eljött, hogy ismerem, nagyon is ismerem, és nem fognak jönni, különben is szombaton, nem szerted a kár, kölcsönzök, már csak azért is, mert én fogok magának takarítani. Kire hagyjam anyámat.
Nézem anyám elfáradt arcát, ahogyan a ráncokat dörzsöli ökrével a szeme körül. Én vagyok anyám összes ránca. A keze néha beleremeg a csésze súlyába, húzza a föld alá a fáradtság, nekem mindig félrever a szívem, ha félregen is köhög. Én anyám fuldoklása vagyok. Apám a nevetése volt. Apámból csak egy van. Merre keressem? Nem tudom, hogy a kezemben hol ér véget az anyám keze, és hol kezdődöm én. Anyám beszél belőlem. Néha hallom a hangomon a hangját. Tekintetemet is ott vett a új lenyomatát. Nem látok tőle. Thank you.
És most következik a fantasztikus és megismételhetetlen Pribelszky Norbi, a tükör előtt egy kamaszon hangjával. Álljunk sok szeretettel! Pocsink vagyok. Fantasztikusan pocsink. Egyszerűen hiába gondolom a tükörben, ez napról napra csak rosszabb lesz. És a legfantasztikusabb az az, hogy észre sem vettem, amikor lettem ilyen fantasztikusan pocsink. Tavaly még egész normális srác voltam, azt tudja, arra még emlékszem. Jó, akkor nem néztem én sose tükörbe, csak hogyha véletlenül neki mentem, de most muszáj, most folyton bámulnom kell magamat, mert egy ilyen fantasztikusan pocsink lett. Mással azért vitatkozunk otthon, hogy miért nem borotválkozik rendesen velemek, hogy miért nem mostok, mint azt a piszkot le lehetne mosni. De nem értik, egyszerűen nem értik meg, hogy nekem az a piszok a szakállam, és az nem jön le. Jó, tavaly is piszkos voltam, emlékszem rá, hogy piszkos voltam, de az legalább normális piszkot, az lehet, hogy nem mostoktam. Ja, és tavaly a fejem is akkora volt, amikor ennek egy normális fejnek lenni a géne, egy normális nyakam. Az idén meg. A nyakam megnyugod, a fejem meg összement. Fantasztikus. És a hajam, legalább gondolom volna, de nem. Semmilyen, mert ezt levágatni se lehet, se növeszteni, se fésülni, mert hogyha ha előre fésülöm, akkor ronda. Ha hátra fésülöm, ronda. Ha meg elválasztok, ronda. Fantasztikus. És a szemem. Nem arra van szó, hogy nem szép, az nem érdekel, hanem az, hogy nem tudok vele normálisan nézni. Mármint, hogy nem a látásommal van, mert tényleg primán látok, hanem tényleg a nézésem. Mert hogyha figyelek valakire, és tényleg érdekel is, amit mond, akkor a szememben tud érnem az érdeklődést, és tudom, mert rögtön rászalak, hogy hát, milyen hülyén nézek. Ezért aztán nem is szívesen nézek rá arra, aki beszél hozzám, akkor meg az a baj, hogy hozzábeszélek, fiam, nem a falnak. És a számmal ugyan ez az állat. Na, azt sem tudnám, hogy valaki nem szólnának rám folyton, hogy most miért húzod el a szádat, ha? De te nem csinálok vele semmit, egyszerűen ilyen. Fel. Talán még ez is a normális volt, most meg. És amikor már te végre elfelejtek az egész pocsék képemet és nevetek együtt, ugye, mert jó kedvem van, akkor tuti rám szólnak, hogy pont úgy rögsz, mint a fakutya. Aztán ettől elmegy a kedvem, nem nevetek, akkor meg az a baj, hogy de milyen pancsori pofákat tudsz vágni? Ilyen vagyok. Jobb rám se gondolni, de muszáj, mert másodja második a feje ilyen bocsék, de legalább tud lezserehozni. Mint hogyha direkt van ilyen sovány. De én hiába járok zsebzsugodott kézzel, hiába csoszogok, hiába járok önnyet hátal, egyszerűen nincsen benne semmi elegancia. És én látok én akármit rajtam, mert semmi nem sem. Pocsék vagyok. Fantasztikusan pocsék. Nem csoda, a Kati rám sem néz. Miután végignéztem az ős robbanást, az első házaknál én voltam a király. Voltam leprás, király és másra éhező cár. Tapasztaltam, hogy mi Afrodité valódi bája. Norbinak vagyok a ledobott kalóriája, nem a
való villából jöttem a való világra. Voltam, és még leszek önmagam. Parodi. Vegetáriánusnak egy szendvics, ami sonkás. Voltam napnál fűtő, és medúzánál fodrász. Áldás és oltás. Márkás portáska, kinek a mélyére senki más, csak a lányás. Sztálin parancsára százszor ordítottam. Kapu! Trójánban, a faluban, valóban én nyitottam kaput. Játszottam Kaszanovát, meg babonázó szüzet. És 68-ban én csináltam először meg a tüzet. Én találtam ki, hogy a katonák az üzlet. És én voltam az oka annak, hogy Dániában bűz lett. Leonardo kezében én voltam a tartás. Tatárokkal együtt toltuk a tartár mártás. Azt a havat olvasztom, amit a délre majd a Tisza visz, ahol a vámpírok ellen készítettem krucifixt. Amíg Hitlerék azt mondták rám, hogy gond van, utolsó percig végig néző tarkú voltam. Voltam senki, de a fiam úgy hívták, hogy Pelé. Elvis haján bazd meg, én voltam Zseli. Voltam hegy és szakadék. Vizet hozó folyó. Arany tojó, Kennedy fejében a golyó. Előfordult, hogy a kedvem szolgák lesték, a Berlin falon voltam, krumbumba festék. Voltam pisztolypenge, páncél és penna, a kanyarén voltam, ahol behalt a szenna. Hite hagyott pap, a pétára ráborultam. Többször voltam fegyverben a 100 éves háborúban. Mindkét oldalon. Gyalogos és tiszt is. Az egyik bomba engem robolt ki a viszkis. Voltam hatalmas tábornok, a képen nem kapitulált, szalutáló kamikáze és nem katapultált. Baszok nagy zacskó koksz lakulva apultnál. Én voltam a spanod, akit tegnap szapultál. Maradunk mindig mozgásban, mint minden, mint az élet, mindegy milyen szinten. Nincs fizika, nincs idő, igazából nincs semmi sem. Csak én vagyok és te. Lendülünk a semmiben.
Iszonyú ez a szívdobogás. Hú, a lábam is elzsibbadt. Jaj, az oldalamba nyilvás! Bocsásson meg Ivan Vasilyevics, hogy úgy elragadtattuk magunkat. Közben jobban visszaemlékeztem, a bibajék csak ugyan a magáért. Szörnyen dobog a szívem. Az én létem. Alig látok. Mind a két szóval sárt veszek. Igen, igen, a lét a magáért. Foglaljon helyet. Nem volt igazunk. Én higgyel, tisztán csak elvi szempontból nem a föld drága nekem, hanem az el. Persze, persze, lehetek az el. De tudja mit? Beszéljünk valami másról. Annál is inkább, mert bizonyítékaim vannak arra, hogy nagynéném nagyanyja időgyönösen átrengette az ön apai édesöttya parasztjaimmal. Hagyjuk már Ivan Vasilyevics. Nem tudom, hogy hol kezdjem. Vadászat, hogy nem készül a közeljövőben? Hogyne, igen, tisztelt Natalia Sztyepanovna. Amit az oratást befejeztem, folynak a kaska vadászom. De tetszett hallani, milyen szerencsétlenségért. Ismerjük ki a Simon nevezetű kutyámat. Nos, képzelje, megsámítunk. Nem mondja, milyen kár, és mitől? Nem tudom. Talán kificamította a lábát, vagy valami idegen kutya harapatta meg. Jaj, a legjobb kutya. A vételáról nem is beszél. 125 rubel fizettem érte Mironovnak. Túl fizették meg a szélet. Én meg azt tartom, hogy olcsó lettem. Mesés kutya mondhatom. Apa 85 rubelt fizetett az öcsémegjén, pedig a sokkal jobban van a szimatjánál. Hogy a csímek jobb a szimatnál. Még a csímek jobb a szimatnál, ez jó. Persze, hogy jobb. A csímek az igaz, fiatal kutya, még kölyök. De természetre, fürgességre jobb kutyája még Bocsnyecinek sincsen. Már nem bocsásson Natalia Sztyepanovna, de kegyet elfelejtik, hogy az ön kutyájuknak hibás a szája. Márpedig a hibás szájú kutya szerintem nem túl jó vadat fogni. Hibás a szája? Először hallom. Higgyel, mondom. Itt valahogy az alsó állapcsa így rövidebb, így rövidebb. A felkülönböző. Megmértem? Megmértem. És tudni, ha felpeszlásához van szó, addig persze tökéletesen megfelel az a kutya, de néhány is arra kerül a sor, hogy a vadat el is fogja! Bizony a lépva. Először is. Ami csímmelünk, telítél vagy, kutya, ismerjük apját, anyját. Apja később, anyja fogvány. A maga tartak egyes fogaszáról viszont csak a jóisten tudja, hogy honnan származik. Azon kívül vén is csúnya, mint valami gebe. Öreg vagy, nem? Azért még ők olyan kutyáik, mint a maga kutyája, odon a magon. Ez egyszerűen nevetséges. A szimat vadász kutya, a maguk csirmegye, nohát szó sem lehet hallani. Olyan kutyák, mint a maguk csirmegye minden kutyatenyésztőnek tudatjába lehet találni. 25 rubel még, az is túl sok érte. Úgy látszik, Ivan Vasilyevics magát ma megszállta az ellentmondás ördöge. Az előbb azt tette a fejét, hogy a bibajét a magáé. Most meg az, hogy a szimat jó vadászkutya, mint a csirmeg. Nem szeret, amikor valaki nem azt mondja, amit gondol. Hiszen maga is nagyon jól tudja, hogy csímek százszor, ezzel tudom a maga ostoba szimatjánál. Hát miért lehet itt az ellenkezőjét? Már látom, Natalia Sztyepanovna. Maga engem vaknak vagy bolondnak tart. Értse már meg a maguk kutyájának hibás a szája. Nem igaz. Így hibás, így. Nem igaz, ostobaságodat. Mit kiabálod, kisasszony? Mit beszél ilyen ostobaságot? Hisz ez felháborító. Bocsásson meg, Natalia Sztyepanovna, de én képtelen vagyok tovább folytatni ezt a beszélgetést. Viszonyú szívdobogásom van. Rég megfigyeltem, hogy éppen azok a vadászok vitatkoznak a legtöbbet, akik a legkevesebbet értenek a vadászathoz.
Kérem, kisasszony, hallgasson, hasgat a szívem, hallgasson! Nem hallgatottál mindaddig, amíg bele is vagy a szimat szárcsét, meg százszor külöm a szimatnál! Százszor én vágyom, hogy dögölöm a kapatni kutyára! Ja, ugye, Zivjelben végig megy a termen, néz, nőkész,
emberben és itt. Itt belül. Mondom is Piotr Ivanovicsnak, hogy barátom, itt valami titok. Ekkor Piotr Ivanovics odaírja a vendégkönyvet, ezt a flászt. Azt tudják, hogy három hete szült a felesége. Ekkor Záfiuk vendégkönyv lesz, mint az apja. Szóval jön a flászt, és akkor kérdezi Piotr Ivanovics, hogy ki ez a fiatal ember? Hogy ki ez a fiatal ember? Piotr Ivanovics, ne várjon a szavakra! Nem tudja elmondani, mert nem azt fog, hogy semmi! Nem tudja elmondani, hogy Piotr Ivanovics! Hogy ki ez a fiatal ember, kérem? Valamilyen hivatalnok, kérem, Péter Váról jön! Ivan Alekszandrovics Lesztapov! Ekkor egyszer csak világosság gyúl az agyamba, és azt mondom Piotr Ivanovicsnak, hogy hopp! Tudom, előbb maga mondta, hogy hopp, de utána meg én mondtam, hogy hopp! Szóval együtt mondjuk Piotr Ivanovicsa, hogy hopp! Nyilvánvaló, uraim, hogy ez az a bizonyos hivatal, amiről a hírt méltóztatot kapni, a nappal az élet is. Alszik a tárgyal. A
Tájra rásüt a holt, s fényében a drótok újra feszülnek. És látni az ablakon át, hogy a fegyveres őrszemek árnya légdel a falra vetődve az éjszaka hangjai közben. Alszik a támadó. Látod-e, drága? Suhognak az álmok. Horkan a felriadó, megfordul a szűk helyen, és már újra elalszik, és fénylik az arc. Csak én ülök ébren. Félig szét cigarettát érzek a számban a csókod íze helyett, és nem jön az álom, az enyhet adó, mert nem tudok én meghalni se. Én is sem érkedett innen. Most ismét Lakatos Gabriella következik, aki immár háromszoros kiváló mustrázó. Most William Shakespeare Romeo és Júliájával a Dajka monológiát adja elő. Fogadják sok szeretettel. Thank you.
Valami baj van? Nem, csak eszi a fene. Az önkorában nem volna szabad ura. A szív örökké fiatal marad. Úgy van! Mondják, de mondják az ellenkezőjét is. Az igazság valahol a közepén. Pontosan! Önök annyit utaznak, miért nem mesélnek néhány érdekes történetet? Mondd el, drágám, mit láttál ma? Felesleges, úgyse hinnék el. Csak elképzel, kétségbe vonjuk a szabad lehetőségét. Megbánt, ha ezt gondolja rólunk. Megbántod őket, ha ezt gondolod rólunk. Drágám! Nos, majd rendkívül furcsa dolgot láttam. Egy hihetetlenül furcsa dolgot. Mondd el gyorsan, drágám! Ó, milyen jól fogunk szórakozni. Itt az ideje. Nos, ma piacra menet, mert főzeléket akartam vásárolni. Mellesleg állandóan drágul. Mi lesz velünk, ha ez így tart tovább? Jaj, de ronda vagy, drágám! Miért szólsz közben? Ma az egyik kávéház előtt láttam egy jól öltözött 50 körüli urat. Nem, talán még annyi sem voltak. Aki? Jaj, de ronda vagy, drágám! Miért szólsz közben? De drágám, jaj, drágám, vagy te szóltál először közben! Psszt! Mit csináltozod? Nos, lehet, hogy azt mondják, túl meg a fantáziám, de féltélbe ereszkedt és lehajolt. Na hát! Igen, lehajolt. Lehetetlen. De igen, lehajolt. Közelebb léptem, hogy megnézzem, mit művel. No és? Bekötötte a cipőfűzőjét, meg kioldódott. Fantasztikus! Ha nem magam mondja, el sem hiszem. Miért? Közben még ennél is cifrább dolgokat tapasztal az ember. Ma például a saját két szememmel láttam a föld alattiban egy uram, aki nyugodtan ült az ülésen és újságot olvasott. Micsoda hoborkos alakok vannak? Talán ugyanaz volt. Hallod? Csengettek? Talán jött valaki. Rögtön megnézem. Senki. Vagy itt egy másik eset. Hallod? Csengettek? Talán jött valaki. Rögtön megnézem. Senki. Azt mondtad, hogy itt egy másik eset. Igen. Hallod? Csengettek? Még egyszer nem megyek ki ajtót nyitni. De talán jött valaki. Nem volt senki. Másodszor nem volt senki, akkor most nem lenne valaki! Mert csengettek! Az még nem volt! Hogy nem? Ha csengettek, az ajtónál van valaki, és azért csengettek, be akar jönni! Nem mindig láttad az imént. Leginkább én is itt van! Ha egy vendégségben megyek, csengetni szoktam, hogy beveszem. Azt hiszem, mindenki itt van vele. Ha látja, csengettek, valaki át az ajtó előtt. Elméletben igen. Gyakorlatban minden másképp történik. Láttad az imént? A feleségnek igaza van. Ó, magunk asszonyom, mindig összetartam. Rendben van, megnézem még egyszer, de csak azért, hogy nem mondtass öntőjének. Meglátod, nem lesz ott senki. Látod? Senki! Ó, a férfiak mindig azt akarják, hogy nekik volna igazuk, de mindig tévednek. Hallod, segítek! Talán jött valaki. Még egyszer ne is ülj ki, adjuk ki, ti látod, felesleges, a tapasztalat bebizonyította a csengetnek, nincs ott senki! Soha senki. Ez nem bizonyos! Sőt, alapvetően téves! Az ajtó meg csengettek együtt, ha van ott valaki! Nem akartál állítani. Az én férjem is nagyon nyakas. Egyáltalán nem lehetetlen. Nincs! De van!